Dunakanyar FM 94.1, a hullámok hullámhosszán. Szószátyár. Műsorvezető Szűcs Balázs. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, önök a Szószátyárt hallják itt a Dunakanyar FM 94.1-en. Mai vendégem Jesse, énekes, előadó, művész, jó magam, Szűcs Balázs vagyok, szervusz. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, üdvözöllek Balázs, szervusz. Hát nem először vagy már a műsor vendége, bár azt hiszem, mióta utoljára beszélgettünk így rádióban, már közel 2 éve eltelt. Igen, így van, pontosan. Amikor legutoljára nálunk voltod, akkor bontogattad a szárnyaid, az akkor készült az új albumod, ami azóta gyakorlatilag megjelent, nagy siker lett, sőt az idei évben egy platina albumon is egy dallal részt vettél, illetve hát mondhatjuk, hogy szalad a szekér. Igen, hála jó Istennek. Hát úgy tűnik, hogy igaz az a mondás, hogy a sok munkának előbb-utóbb megvan az eredménye, hát ez is úgy néz ki, hogy itt is igazolódni látszik ez a mondás. Rengeteget dolgoztam, dolgozok a mai nap folyamatosan, és úgy néz ki, hogy ez valóban ez így meghozza a gyümölcsét. Ma már egy ország ismerés kedvel, komoly rajongói táborod van, de menjünk egy picit vissza az időbe, mikor még nem ismert senki, mikor még nem is Jesse voltál. Igen. Hogy is indult a te életed, a te karriered, illetve hát egy picit menjünk vissza a gyerekévekhez. Hát mindig szerettem énekelni és szerepelni is, tehát ez már kis óvodás koromban is meglátszódott itt a viselkedésemben. Aztán óvodás, iskola, kórus, és utána majd templomi kórus, ugye Fogarason egy nagyon komoly, régi katolikus kórus üzemel, vagy működik, és hát akkor engem oda is fölvettek, ugye a szüleim is benne vannak, a nagyszüleim is benne voltak, már azóta már sajnos lassan mindenki meghalt, elteltek az évek, de igazából ezek voltak azok az alapok, amelyek megadták ezt az indítást, ezt az énekesi pálya fele. Mert hogy te egy erdélyi srác vagy, ahogy mondtad, tehát a Fogaras. Igen. Fogarasvárosban indult a zenei életed, igen, a karriered. Mennyire volt nehéz az az út, ami végül is ide sodort Magyarországra, illetve hát most már azért nem is tudom hány éve, de itt élsz. Hát most már 21 éve itt élek, tehát most már mondhatom magamat bőven, hogy sokkal többet éltem itt, mint Erdélyben. Ugye 18 évesen mertem egy nagyot álmodni, voltak álmaim, vágyaim, és úgy éreztem, hogy azokat itt Magyarországon fogom tudni megvalósítani. Ilyen fiatal fejjel nekivágtam a világnak egy táskával, és nagyon nagy hittel, szeretettel a szívemben, amit a szüleimtől hoztam, és elkezdtem a saját életemet. Ma már a mai helyzetedből visszatekintve, ez nyilván egy nagyon szép romantikus kezdés volt, de akkor azért voltak olyan pillanatok, mikor úgy érezted, hogy feladod, és inkább hazamész a szülői házba? Nem, sosem volt az, hogy feladom, inkább azt kérdeztem a Jóistentől, mert Isten hívő vagyok, mindig szoktam vele beszélgetni, és amikor nagyon magányosnak és egyedül éreztem magamat, hát mindig felnéztem az égre, és kérdeztem tőle, most én most miért vagyok ilyen szerencsétlen, most miért kell nekem egy kínlódnom, miért kell nekem ilyen mindenféle nehéz munkát csinálnom ahhoz, hogy megélhessek, hiszen nem így képzeltem el az életemet. És aztán mindjárt jöttek utána, mindjárt a válaszok igazából azonnal, hogy nyugalom van, tedd a dolgodat minden nap. Vegyük azért egy picit sorba, tehát 10 éves fejjel megérkeztél, igen, Magyarországra. Mi volt az első, amit megtapasztaltál itt? Milyen munkával kezdtél foglalkozni? Hát akkor nagyon nagy divat volt, ugye akkor indult be az építkezés itt nagy erőkkel, és hát én is természetesen egy könyves mellé szegődtem, nagy-nagy lendülettel, és elkezdtem segédmunkás karriert építeni. De hát alulról szép fölmenni a lépcsőn. Mindig azt tudtam, hogy fönt, csak úgy lehet fölmenni a lépcsőn, hogyha az első szintet meglépi az ember. De ez nem tartott olyan túl sokáig, gondolom. Nem, hát ezt egy pár hónapot tartott, majd utána az az álmom teljesült igazából, amiért jöttem Magyarországra kézlabdázni. Nekem ugyan Fogarason komoly kézlabdás karrierem volt, román ifi válogatott is voltam, és ennek kapcsán úgy gondoltam, hogy Magyarországon is egy kézlabdás karriert fogok majd folytatni. Hamarosan meg is találtam azt a csapatot, a tököli kézlabda csapatot, amelyek akkor NB1B-be szerepelt, azonnal le is igazoltak, és én voltam a csapatnak a legifjabb harmadik kapusa, és nagy örömmel üztem ezt a sportot. Egyébként ez a sportos külsőd a mai napig megvan. Odafigyelsz arra, hogy ez így is maradjon? Igen, tehát
minden nap megteszem azt, odafigyelek, miket eszek, mikor eszek. Sajnos van, amikor velem is lesz adaló, azt megeszek fűt, fát, bogarat, lovat, mindent, amit csak lehet, de azért igyekszem egészségesen élni, és megtartani azt a bizonyos úgymond testalkatot, ami úgy elfogadható az én szememben. Illetve hát ma már ugye a civil életben is tovább léptél a könyves segéden túl, hiszen sikeres vállalkozásokat működtetsz. Beszélni erről pár szót? Igen. Hát hála Jóistennek, megadta Jóisten ezt a dolgot is. Úgy tűnik, hogy meghallgatott a sok ima, hogy egy elég komoly üzletet tudtunk fölépíteni a párommal. Logisztikában vagyunk, raktárakban nyújtunk logisztikai szolgáltatásokat, ami azt jelenti, hogy raktári előkészületek, az árunak az összekészítése, összecsomagolása, összecímkézése, még mielőtt eljutnak az áruházakban. Picit azért most nagyot ugrott a könyves segítségtől. Köztes állomások azért voltak. Igen, voltak igen, ezek? Igen. Hát utána jött egy olyan szakmába dolgoztam igazából, aminek nekem megvolt a végzettsége, egy 17 éves koromban elvégeztem ilyen iskolát, meg utána folyamatosan itt a TF-en is. Belekerültem egy wellness központban, úszómesterként, aztán igazából én akkor már a tököli csapatnak voltam a masszőre, a futball csapatnak is, meg a kézilabda csapatnak is, ahol játszottam, és azonnal ugye mi ez kiderült, akkor ott a wellness központban felvettek engem masszőrként. És hát hála Jóistennek ott is elég sikeres utat léptem be, vagy futottam be, körülbelül egy ilyen 18 éve dolgoztam masszőrként, nagyon-nagyon nagy tapasztalatra tettem szert, nagyon sok embernek tudtam segíteni a fájás problémáikba. Több csapatnál dolgoztam párhuzamosan, utaztam csapatokkal, tehát egy olyan 18 évet benne voltam ebbe a masszőri munkában. Az az érdekes, hogy azért itt tényleg teljesen egymástól független dolgokkal foglalkoztál. Építőiparban egy kicsit, azért ez a sport masszőr, az megint egy egész másfajta tudást igényel. Én jól tudom, azért egy masszőr szinte úgy ismeri az emberi testet, mint egy komoly orvos, nem? Igen. Hiszen másképp nem tudná masszírozni. Igen, hát mivel, hogy azt mondják, az igazi masszőrök, azok mindig a sporttal kapcsolatosan lesznek valóban jók, mert ott találkoznak mindenféle olyan sérüléssel, amit egy ilyen wellness szállodában nem nagyon tapasztalsz, nem találkozol. De igazából, hogy kerek legyen az egész történetem, akkor még azt is el kell mesélnem, hogy a tulajdonosok, mivel látták ezt a sportos énemet, meg azt látták, hogy jól úszok, meg látták ezt a fajta hozzáállásomat, hogy nagyon tudok bánni a gyerekekkel, kicsit mindig azt mondták, hogy én pedagógus vagyok, ezért beirattak engem a TF-re egy úszóedző és teniszedzői szakra, ami egy 2 éves iskola volt, és sikeresen letettem a vizsgát, és úszóoktatóként, meg teniszedzőként is dolgoztam pár évet ugyanezen a wellness központban. Na de honnan jött a logisztika? Akkor még mindig nem értem. Hát a logisztika az úgy jött, hogy a páromnak volt ebbe tapasztalata, ő régebben foglalkozott ilyen munkákkal, és úgy éreztük, hogy mi egy nyerő páros vagyunk ketten, és mi lenne, hogyha ezt így komolyabban csinálnánk, így nagyobba, merjünk egy nagyot álmodni jelszóval, és teljesen alapítottunk egy céget, aztán nagy erőkkel én is beletettem a lendületemet, a határozottságomat, a szorgalmamat, ő is nyilvánvalóan, a tudását, ami nekem mondjuk ezen a téren nem volt meg, és hát ketten most így 5 év alatt elég szépen föl tudtunk építeni egy jó kis vállalkozást. Innen folytatjuk, most egy picit zenélünk. Modellek, szerelmek, zenék és pénz. Prágában vár, átjárod, átjár. Rómában áldásra vársz. Jó mindig úton lenni, a reggelt mindig máshol várni. Olyan jó, olyan jó.
hullámok hullámhosszán, a Dunakanyar új rádiója, a Dunakanyar FM 94.1. Szószátyár. Műsorvezető Szűcs Balázs. Zene után visszatértünk ide a stúdióba, önök még mindig a Szószátyárt hallják. Vendégem ma Jesse, a népszerű énekes, szerző és logisztikus. Most már igen, ezt is lehet mondani. Hiszen az előző blokkunkban kitárgyaltuk, hogy Jesse milyen civil életpályát futott be a kezdetektől napjainkig. Viszont ennyi féle fajta civil foglalkozás mellett, hát hogy jött a zene? Ugye azt előbb említetted, hogy gyerekkorodban te már kórusban énekeltél, nyilván családindítatás is igen. volt a zene szeretetére, de hát nyilván mikor átjöttél Erdélyből Magyarországra, nem a zene volt a legfontosabb, mert hát először jött a küzdelem a mindennapi megélhetésért. Igen, igen. Hát a zene az egy nagyon szép álom volt. Igazából ennek úgy tudtam csak ezt a vágyamat kielégíteni, hogy összehozott az élet zenészekkel, akik ilyen vendéglátós egységekben zenéltek, és ők gondolták, hogy jó lesz melléjük, ők már ilyen kivéhet rókák voltak a szakmába, jó lesz melléjük egy ilyen fiatal, lendületes rác, aki még tele van tűzzel, meg bizonyítási vágyjal, úgyhogy nagy örömmel bevettek engem oda maguk mellé énekelni, mondták, hogy na akkor ezeket a dolgokat kell megtanulni, és akkor látták ezt az affinitásomat, hogy szeretem a közönséget szórakoztatni, és itt ragadtam igazából ezen a pályán gyakorlatilag. Egyébként hangszerezzenész vagy? Nem. Vagy énekes vagy? Én csak énekes vagyok. És nem vonzottál soha, hogy valamilyen hangszere meg kellene tanulni játszani? De vonzottam. Ez mindig is egy picit a zongora meg a villanyorgona az nagyon vonzott. El is kezdtem járni, tanulni, és azt mondták ezek az öreg zenészek, hogy figyelj, Jesse, te hagyjad ezt meg nekünk, mi már ilyen öregeknek ide jók vagyunk itt hátul, te menj előre a színpadra, és ott csináld azt a bulit, amit mi nem tudunk már megcsinálni. Gyakorlatilag lebeszéltek így finoman, de szerintem jól tették, mert valóban jobban érzem magamat a mikrofonnal a kezemben a közönség mellett, a közönség köreiben, mint egy hangszer mögött való oldalt. Egyébként ez látszik is rajta, tehát én nyilván már több fellépésen is, meg tévében is láttalak, és te azok közé, az előadók közé tartozol, aki jól érzi magát, mikor színpadon van. Tehát nyilván van, aki kötelességből fölmegy, mert hát fönn kell menni, de te kimondottan jól érzed magadat. És amit megfigyeltem, hogy hát mindig egy széles mosolyal érkezel, tehát de nem vagy soha rossz kedvű, vagy amikor itt színpadra lépsz, akkor le tudod vetközni teljesen a hétköznapi gondjaidat, mert hát nyilván mindenkinek neked is vannak ilyenek. Igen, abszolút, abszolút. Tehát engem nem kísérnek ezek a terhek, tehát amikor a színpadra föllépek, akkor ott egy új világ számomra, ott akkor már csak a közönség van, egy ilyen nagy boldogság állapot. Nekem igazából azt hiszem, hogy a színpad a, ha úgy lehet mondani, hogy a drog. Tehát nekem, ha én nem énekeltek, nem lehetek a színpadon, akkor már kezdem kényelmetlen érezni magamat. Sose felejtem el, tavaly Vácon, az éjszakai futás napján együtt voltunk, te volt az egyik fellépő, és az a hirtelen probléma támadt a műsorra, hogy azt hiszem egyik kollégád nem érkezett meg, vagy valami, és a tervezett 30 perc helyett, hát hirtelen egy órát kellett énekelned, de ott se langhattál meg, nem fáradtál meg. Az utolsó számnál is ugyanolyan boldogan és fitten álltál a színpadon. Igen, igen, nekem ez nem probléma. Mindig szoktak tőlem kérdezni, hogy mennyi a műsoridőt. Hát mondom, mennyi legyen. Nekem nem probléma, ha még 5 vagy 10 dallal többet kell énekelni, mert minden dalomat imádom, és minden dalomat szeretném a közönséggel megismertetni. És pont mindegyik dalom ugyanolyan öröm és boldogságot okoz nekem, mint igazából a legnagyobb dalaim. Ami még egy nagyon érdekes élményem volt veled kapcsolatban, amikor mi legelőször beszélgettünk, és hát egy fellépésen találkoztunk, ez azt gondolom nem túl nagy titok, és hát akkor tetszett, amit csináltál. Ugye mi a rádióval ott voltunk egy ilyen kitelepülésként, és akkor ott gyakorlatilag egy ilyen villámriportot készítettünk, és utána kérdeztem, hogy hát a lemezeid, és mondtad, hogy hát te szoktál egy lemez gyártani magadnak, meg te elajándékozgatod, és engem annyira megdöbbentett, hogy egy előadó, aki nem kereskedelmi szempontból építi a karrierjét, mert hát nyilván azért dalokat előállítani, stúdiókba járni, ez mind-mind marha nagy költséget, ezt igen, tudjuk. Igen, bizonyám. És akkor te mondtad, hogy hát egy el szoktad ajándékozni a lemezet, de engem annyira megdöbbentett, tehát azóta persze már normál kereskedelmi forgalomban is megjelentél, de te ezt egyébként így a pályád elején, vagy a
pár évvel ezelőtt még egy ilyen szórakozásnak fogtad fel ezt az egész zenei karriert? Mindenféleképp szórakozásnak fogtam föl. Szerettem volna én ezt, hogyha ez így komolyabban is valahogy belekerül valami egy ilyen komolyabb helyzetben, de valamiért az élet ezt nekem nem adta meg. Mind utólag kiderült, hogy azért nem, mert kellett, hogy találkozzak veletek. Hát, köszönöm szépen, de... Igazából ez volt valószínű a terve. Szerettem volna igazából én akkor is, de valahogy úgy elmentek mellettem ezek a lehetőségek, nem találtam meg. Holott én mindig azt mondtam, hogy minden kilométer követ meg akarok érinteni, ami ezen a pályán van, semmit nem akarok kihagyni, de valószínű, hogy ezt a sok kilométer követ meg kellett érintenem, hogy itt lehessek most és beszélgessünk. Tudom, hogy vannak olyan előadók, akiknek egy csettintésre megváltozik az életük, és mindjárt ismertek lesznek, és óriási nagy slágerek tulajdonosai lesznek, mert nekem nem így alakult. Én egyébként azt gondolom, hogy hosszú távon ez azért ez egy nyugodtabb élet, hogy van egy civil karriered, van egy civil életed, és amellett van a zenei életed, mert azért lássuk be, sokan jártak úgy, hogy zenészként hirtelen fölkapta őket a siker, aztán elejtette, és ott se civil élet, se civil karrier, és ott állnak 40-50 évesen, és csak nézelődnek, hogy mihez kellene kezdeni. Én azt gondolom, hogy a te esetet talán sok ilyen szempontból szerencsésebb. Tehát én mindig a Jóistenre bízom magamat, és úgy gondolom, hogy ő tudja, hogy miért csinált ezt velem. Én úgy gondolom, hogy abszolút most helyén van minden. De ma már beért a gyümölcs. Ma már beért a gyümölcs, igen. Előbb említetted már a párodat. Ő mennyire támogató a te karrieredet illetően? Ó, hát ő egy szuper lány, szuper teremtmény, maximálisan mellettem áll, minden, ő a legnagyobb kritikusom egyébként, egyáltalán nincs elfogulva velem, sőt, abszolút támogat, háttérből elkísér a bulikra, ha kell, besegít minden olyan technikai dologba, ami nem látszik, tehát ő nem szeret szerepelni, abszolút szerencsés helyzetben vagyok. Női rajongók, nem féltékeny az asszony? Nem tudom. Én az arról se tudok, én nem látok semmiről, semmit, nem hallok semmit. Hogy féltékenye, ezt talán tőle kéne megtudni, nekem mindig azt mondja, hogy nem féltékeny, de biztos, hogy egyébként rajta szoktam kapni, amikor olyan furcsán néz, én meg akkor ezt úgy próbálom lekezni, hogy nem látom, hogy ő hogy néz. De hát azért nyilván látja, hogy a Facebookon küldik neked a szívecskéket, meg hát azért ma már ugye a Facebookos élet az olyan aktív, főleg egy-egy előadó esetében, hogy ott nem lehet nem észrevenni, hogy érdekes, csak nők írtak a férjemnek. Hát mindig vannak igazából ilyen kis aranyos vitáink, általában akkor szokott lenni, amikor így hosszabb utazásban vagyunk, és ugye mellettem van, és akkor... hogy ne unatkozzon ő, vagy hogy ne aludjak én el, akkor valamit feldob egy ilyen témát, és akkor jól lehet vele vitatkozni egészen azt a pár száz kilométert, hogy meg nem tesszük. Ez arra egyébként jó, de utána hál' Istennek, hogy megérkezünk, már van felejtve ez a történet. Aztán van neked egy gyermeked is, ugye? Egy gyermeked van? Kettő. Én egyikkel találkoztam, ő azért már egy szépen megtermett fiatal ember. Igen. Ő hogy kezeli apu karrierjét, hogy apu híres és... Hát sikeres. Az elején talán. Úgy gondolom, úgy láttam, hogy egy kicsit ilyen cikinek tartotta, hogy apa, én nekem... Én legalábbis ezt úgy látom, vagy láttam akkoriban, de most már egyre több buliba elkísér, most már egyre több helyszínen ott van, most már az osztálytársai hallgatják a dalaimat a YouTube-on, a suliba, és hát most már úgy látom, hogy most már ő is megbarátkozott ezzel, hogy most az apu mondják, hogy Marci, aputól hozz meg egy autogramot egy fotóval, és akkor most már ezt úgy neki, már úgy látom, hogy már elfogadta ezt a dolgot. Hát reméljük a másik gyerek is hasonlóan legyen így. De most egy picit zenélünk, aztán visszatérünk. Igen. Van egy útra, nincs kitöve, meddig jó. Néhány kör a nap körül, a vége úgysem látható. Nincs se vissza, úgyse megállás, gyere, légy egy kicsit utitás. Szép ajándék, állomás. Történnek
és múlnak el. Jegyem van a sóra, és itt mindent látni kell. Hát ha benne van a megoldás, keres jó helyet, hogy jobban láss. Az se baj, ha mégis káprázat, csak semmi más. Ameddig életben vagyok, mindent megpróbálok, megnézek, nincs semmi, ami másról szól. Valahogy minden napra kell egy szippantás a jóból. Csak épp egy kort, egy páfolat, néhány kép, egy mosoly, egy mozdulat, egy érintés a másiktól. Valami fűszer minden nap, egy szippantás a jóból. Végem volt a kezdet, távol van a vége még. Jegyem van a földre, kell-e, sose kérdezték. De ha így van meg az egyensúly, ez a cél, de mi van ezen túl? Gyere velem, játsszuk el, hogy ez most valami új. Ameddig életben vagyok, mindent megpróbálok, megnézek, nincs semmi, ami másról szól. Valahogy minden napra kell egy szippantás a jóból. Csak épp egy kort, egy pár falat, néhány kép, egy mosoly, egy mozdulat, egy érintés a másiktól. Valami fűszer minden nap, egy szippantás a jóból. Szippantás a jóból. Valami fűszer minden nap. Egy szippantás a jóból. Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Kakasi Dóra vagyok. Színésznő. Megjelent első önálló zenei albumom. Nap. Hold. Nő. Autózás múltja érdekes, izgalmas, rejtélyekkel és kalandokkal teli. Ön is kíváncsi rá? Veterán Garázs magazin. Nem csak szakembereknek. Keresse az újságárusoknál. Hippodrom és Lovarda. Egy magazin, mely fantasztikus kivitelben exkluzív tartalmat kínál a lovak, a lóversenypályák és az istálók szerelmeseinek. Lovazz velünk! Hippodrom és Lovarda. Keresd az újságárusoknál, a CBA-kban és a jobb benzinkutakon. Üdvözlöm Önöket! Radics Márk vagyok, a Sztár Limonádé főszerkesztője. Havonta megjelenő bulvárlapunkban csak is az Önök kedvenceiről írunk. Keressenek minket az újságárusoknál! Láng József színművész vagyok. Már 55 éve, hogy estéről estére a színpadra lépek, és már 5 éve, hogy hónapról hónapra a Pepita magazint olvasom. Pepita magazin. Film, színház és a nagyvilág. Szószátyár. Műsorvezető Szűcs Balázs.
Ismét visszatértünk ide a stúdióba, önök a Dunakanyar FM 94.1-et hallják, Szószátyár című műsorunk mai vendége Jesse, jó magam Szűcs Balázs vagyok. Előző részeinkben beszélgettünk már a civil karrieredről, zenei karrieredről, illetve pár szót ejtettünk a családodról is. Van aztán az te életedben még egy nagyon fontos dolog, vagy fontos dolgok, ezek az autók, hiszen te az autók nagy szerelmese vagy. Hát és igen. Nem is akármilyen autóki, hanem nagyon szereted a veterán autókat, a klasszikus dolgokat. Igen, igen, igen. Elmeséld a kedves hallgatóknak és nekem is, hogy milyen gyűjteményt birtokolsz jelen pillanatban? El, hát ez így nagyon szépen hangzik, hogy gyűjtemény, olykor még én se hiszem el, hogy ez így van. Nem tudom, hogy azt három darab autót, ami kifejezetten ez a típus, az már lehet gyűjteménynek nevezni. Én azt gondolom, hogy az már az. Hát nem akarok dicsekedni igazából senkinek, ez tőlem távol áll. Van egy nagyon szép régi 27 éves Mercedesem, egy kupé Mercedesem, nagyon szép állapotú. Aztán tavaly sikerült vennem egy másik régebbi álomautót, mert ugye ezt el kell mondom hallgatóknak, hogy gyerekkoromban csak álmodozásokkal voltam tele. Egy 80-as kabriót is vettem, egy Audit, nagyon-nagyon szép állapotú, nagyon boldog voltam, amikor ezt megvettem. És a legutóbbi szerzeményem, amit szintén egy álomautónak tudok nevezni, ez egy 750-es 12 hengeres BMW, annak örültem mostanában a legjobban. Igaz, nagyon szomjas, de nagyon boldogan. Az mikor évjárat? Az 95-ös. Fontos számodra, hogy ezeket a fajta klasszikus autókat nem csak gyűjtsd, mert hiszen te ezekkel jársz felváltva, igen, igen. Hogy ebbe valami plusz van a mai modern autókhoz képest? Abszolút, úgy érzem, hogy szívük van. Szívük van, sokkal megbízhatóbbaknak érzem, és tudom, hogy ez így is van. És valahogy nem tudom, tehát amikor ezek az autók megszülettek, akkor voltam én pont abban a korban, amikor úgy szerelmes lettem az autókba. Tehát a mai fejemmel egyáltalán azt tudom mondani az új autókra, hogy nagyon szépek, biztos, hogy nagyon jók, amíg új korukban vannak, tehát kihoz a szalomból, de egyszerűen úgy érzem, hogy nagyon nincs szívük, tehát ilyen tömegre, pár évre gyártották őket. Egyébként az a vicc, hogy azért, amiket felsoroltál autók, ezek tényleg nagyon komoly kocsik voltak a maguk meg a mai időkben is, de jelen pillanatban a forgalmi értékük mégis most alacsony. De azt gondolom, hogy pont mindegyiket akkor vetted meg, még mielőtt elkezdett volna talán emelkedni, hiszen azért itt nem 10 milliós kocsikról beszélünk. Nem, persze. Ezek így van, ezek nem egy drága autó. Ennek inkább úgy van eszmei értéke, ha szép állapotú, tehát közel gyári állapotú, vagy olyan nagyon-nagyon látszik, hogy vigyázva van, akkor így az emberek körében megfordulnak utána, megdicsérik. Azt látom, hogy mindenki értékel ezeket az autókat, de nyilván, tehát a világ az halad, mindenki ilyen ultramodern autókat szeret vásárolni. Én még nem határozottam el, hogy milyen ilyen újszerű autót vegyek, igazából nem is tudnék. Van vagy 10 fajta autó, biztos, amit tudnék venni, de egy sem. Egyikben sincs meg az a fajta szerelem, amit ezek az autók iránt éreztem még gyerekkoromban, amiket most meg tudtam venni magamnak. És az a fajta autógazda vagy, aki simogatja az autóit, tehát tisztítgatod, ápolod a bőrt benne, nem tudom, vagy ezeket az inkább szakemberre bízod? Fiatalabb koromban igen, ilyen autósimogatós voltam én is, de hál' Istennek azért kinőttem. Tehát most az időm az sokkal értékesebb annál, hogy most simogassam az autóimat, inkább elviszem, van egy nagyon kedves ismerősöm, akinek nagyon komoly autó kozmetikája van, ő támogatóm is, mindig mondja, és oda szoktam hozzá vinni, és ott valóban ott csacsog, ragyog mindig az autó, mikor elhozom tőle. Ma az időnél tartunk, hogy egyre kevesebb az időd. Hogy tudod összeegyeztetni? Civil meló, zenei felkérések, stúdióval járás, mikor vagy otthon? Ez egy jó kérdés. Otthon? Hát, csak amikor aludni megyünk. Rengeteget utazunk, ugye a fellépések miatt is minden hétvégén úton vagyok, de ha nem fellépés miatt, akkor biztos, hogy elmegyünk kikapcsolódni, most húsvétkor is elutaztunk. Igazából azért tudom ezeket jól összeegyeztetni, mert mindegyik tevékenység, amit végzek, szerelmem. Tehát én nagyon szeretek dolgozni. Ha raktárban vagyok, akkor azt mondom, hogy ez a munkám, és a zene a hobbim, majd amikor a színpadon vagyok, akkor az a munkám, és a raktár a hobbim. Na jó, de hát azért ez nem könnyű, mikor mondjuk este 11-kor még nem állsz a Rivaldába a színpadon, és utána reggel 6-kor fölkezd, mehetsz az dolgozni, tehát... Hát sokszor volt olyan, hogy
egy fellépésen voltam, jó hangulat, nagy közönség, közben láttam a páromnak az arcát, hogy ellen a telefonál ideges, alig vártam majdnem, hogy vége legyen a bulinak, mondom, hogy mi van, odajöttek az emberek, fotó, autogram, és akkor közben odasugja a párom, hogy hív föl a srácokat a raktárban, mert gond van. Úristen, hát nem is kellett nekem más. Vannak ilyen kritikus pillanatok, amikor egyből elvesztem én is a fonalat a helyzet fölött, de hál' Istennek össze tudom őket egyeztetni, ezt a két nagyon fontos dolgot. Maradjon is az így. Még egy picit zenélünk, aztán visszatérünk. Dunakanyar FM 94.1, a hullámok hullámhosszán. Funky, funky.
Szószátyár. Műsorvezető Szűcs Balázs. Ismét itt vagyunk a stúdióban. Hát egy nagyszerű számot hallottunk tőled, Hete Csaj címmel. Ez a legújabb futós lágered, ugye jól igen, tudom? Igen, igen, ez az egyik legújabb futós lágerem. Azt hallottam, hogy ebből egy videóklip is készül, vagy készült? Igen, vagy? Igen. Hát igazából megint nemrég lett leforgatva a videóklip a lemez címadó dalának, de ezt most, erről most nem akarok beszélni, csak így megemlítem, hogy most lett kész a videóklip, hamarosan látható lesz, és hamarosan utazom el jó kis nyári helyszínre, hát hova is lehetne elutazni ilyenkor az ember, ha nyarat akar igazán érezni. A Hete Csaj dalomhoz forgattunk egy videoklipet, és úgy gondoltuk, hogy a egyik legjobb helyszín, vagy a legjobb helyszín talán Kuba lenne, úgyhogy a jóisten is úgy akarta. Szerényen. Hát egyébként a zenei világothoz teljesen illik ez a kis hangulat. Igen, igen. Van egy nagyon jó barátom, aki ezeket a dolgokat megszervezte nekem, nagyon jó, mert ott nagyon jártas, és akkor igazából sikerült egy nyaralást összehozni egy ilyen videoklip készítéssel. Avasd be minket a titokba, hogy Magyarországon nyilván, ha az ember videoklipet forgat, akkor azért viszonylag könnyű összetombítani rá egy stábot, de hát a messzi Kubába itt azért nyilván nem utazik veled egy stáb, tehát gondolom ott leszel te, párod, esetleg egy barátod, igen, és ezt így meg tudjátok ugyanolyan profi színvonalon csinálni, mint hogy egy komoly stábbal gyártatnátok le? Igen, igen, tehát az a barátom, aki régebben zenéket is készített nekem, ő abszolút otthon van Kubában, és ő is készít klippeket, igaz, nem csak videó, tehát ilyen videoklippeket, hanem inkább ilyen turista klippeket az utazásokról, de nagyon-nagyon profi módon meg tudja ezt csinálni. Hát nagyon komoly készülékeket viszünk ki magunkkal, amivel profi módon meg tudjuk ezeket a kis filmeket csinálni, majd itthon egy nagyon komoly vágó kollégám össze fogja ezeket a felvételeket úgy rakni, hogy igazi profi videoklip lehessen belőle. Májusban mész forgatni, hogyha jók az információ. Mikor lesz a klip premier? Hát remélem, hogy ilyen júniusban már. Tehát, hogy mikor igazából úgy telibe beköszönt a nyár, akkor már a nyári dalhoz, nyári igen, krem, igen, premier. Igen. Picikét még a zenédre visszatérve. Több emberrel beszélgettem, a te zenei stílusod egy kicsit nehezen behatárolható, hiszen van benne egy kis ilyen balkán zenei vonal, van benne egy kis erdélyi íz is, igen, de van benne egy kis ilyen tropikál, igen, valami. Hova sorolott a ez saját stílusodat? Vagyok. Ez mind én vagyok. Ez egy ön, te gyakorlatilag te kialakítottál egy ilyen, igen, kevert, de így mégis van, önálló zenei stílust. Igen, igen. Ez mind én vagyok valóban ez a zene. Nagyon-nagyon sokáig mondhatom azt, hogy szinte 20 évig kerestem azt a fajta zenét, azt a stílust, ami igazán úgy azt mondhatom, hogy ez az én zeném, ami én vagyok. Nem szerettem volna senkit sem leutánozni, senkit sem lemásolni, habár nagyon-nagyon nehéz olyan zenét csinálni, ami, hogy ne másolja le valakit. Lehet, hogy most sem tudtam ezt pontosan eltalálni, de talán egy picit ki tudtam szakadni abból, hogy beskatujázzanak, hogy ez olyan, mint az. Igazából valóban egy kicsi balkános, mert tökölön élek, Tököl az egy abszolút horvát szerb falu, és igazából olyan zenészek laknak ott, akik ezt a zenét nagyon jól értik. Mivel, hogy szeretem a balkán zenét, meg ugye erdély származású vagyok, tehát sokat hallgattam ebből a fajta balkán zenéből, nem akarom azt mondani, hogy se román, se török, se görög, sem albán, hanem ezt inkább így nevezem, hogy balkán zene. Sokat hallottam, ezért ez a fajta zene nagyon közel áll hozzám, mivel hogy a latinos stílustól sem vagyok messze igazából, ezt mindig mondták nekem, hogy inkább latin zenét kéne énekelni, de azt teljesen latin zenét nem lehet Magyarországon énekelni, mert a fül, a magyar embernek a füle nem latinos. Mivel nem vagyunk egy latin népcsoport, ezért a latin zene az egy kicsit távol áll tőlünk. Így gyúrtam össze ezt a három stílust, kicsit ilyen magyar hangzással összegyúrva a tempót, meg a hangulatot, és így alakítottuk ki ezt a jazzy stílust. De azt hiszem, ez megtalálta azt az utat, amit menned kell tovább. Igen, köszönöm. Vannak-e hosszú távú terveid zeneipari résztvevőként? A terveim az, hogy minden évben szeretnék
egy új lemezzel megajándékozni a rajongóimat, meg a, az én általam énekelt, készített dalok kedvelőit. Szeretnék így egy évben legalább 3 videoklippet kihozni, és szeretném azt, ha minél több helyre jutnék, és minél több, többen megismernének. Hát Jesse, bízunk abban, hogy valóra váltod a terveidet, az álmaidat. Én csak megköszönni tudom, hogy itt voltál velünk, és hát remélem megtalálkozunk. Én is nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt lettem veled, Balázs. Köszönöm a hallgatóknak, hogy végighallgatták ezt a műsort, és üdvözöllek, legyen nagyon szép évetek, szép nyaratok. Azt kívánom mindenkinek. Köszönjük. Csak a hibákat nézed, küzdködés lesz, és nem élet. Ha minden
eszeded, a sok utaság ellen az ajánlok te szom. Tablettát használd mindenre, hogy legyen jó, ahol élsz, a négy varázsig ég. Ezek a sajtálók, a bocsáss meg, a köszönöm és a szeretlek. Igen, a sajnálok, a bocsáss meg, a köszönöm és a szeretlek. Az ember Isten legszebb terve, test, lélek meg elme, ha majd már nem csak kikeresben csodát talál. És ráfáztunk már hányszor, hogy teremt, amit gondol minden ember, varázsol, nem mindegy, kivérél. Azt mondod, váltott az élet, pedig csak kapsz, ahogy kérted, minden mosoly és könny, azért van a gyabatból, többet megérthess, ezért zöldek a fügek, a fák, ezért vannak nappalok, éjszakák, ezért van fény, a nap, ha kell, de aki nyavajog, az árnyékba téved el. Ha minden nap eszeded, a sok utaság ellen az ajánlok te szól. Tablettát használd mindenre, hogy legyen jó, ahol élsz, a négy barátsig ég. Ezek a sajnálók, a bocsáss meg, a köszönöm és a szeretlek. Igen, a sajnálók, a bocsáss meg, a köszönöm és a szeretlek. Van, amit sajnálók, a bocsáss meg, minket köszönök és a sajnálók, a bocsáss meg, a köszönöm és a szeretlek. Én azt mondom, örülj, hogy élek, minden fájdalom, öröm azért van, hogy magadból többet megérthess, ezért zöldek a fügek, a fák, ezért vannak nappalok, éjszakák, ezért van fény, a nap, ha kell, de aki nyavajog, az árnyékba téved el. Sajnálom, ha bocsáss meg, ha köszönöm és ha szeretlek. Igen, a sajnálom, ha bocsáss meg, ha köszönöm és ha műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Araszki László vagyok. A Trimédió gondozásában már az üzletekben a legújabb CD-n. Címe: Megszólal a telefon. Megszólal a telefon. Megszólal a telefon. A telefon. Kakasi Dóra vagyok, színésznő. Megjelent első önálló zenei albumom. Nap, nap, nap. Hold, hold, hold. Nő, nő. Autózás múltja érdekes, izgalmas, rejtélyekkel és kalandokkal teli. Ön is kíváncsi rá? Veterán Garázs magazin. Nem csak szakembereknek. Keresse az újságárusoknál. Hippodrom és Lovarda. Egy magazin, mely fantasztikus kivitelben exkluzív tartalmat kínál a lovak, a lóversenypályák és az istálok szerelmeseinek. Lovazz velünk! Hippodrom és Lovarda. Keresd az újságárusoknál, a CBA-kban és a jobb benzinkutakon. Üdvözlöm Önöket! Radics Márk vagyok, a Sztár Limonádé főszerkesztője. Havonta megjelenő bulvárlapunkban csak is az Önök kedvenceiről írunk. Keressenek minket az újságárusoknál! Láng József színművész vagyok. Már 55 éve, hogy estéről estére a színpadra lépek, és már 5 éve, hogy hónapról hónapra a Pepita magazint olvasom. Pepita magazin. Film, színház és a nagyvilág. Keresse az újságárusoknál. Recept és rejtvény. Mindenkit lefőzhet.
és még nyerhes is. Recept és rejtvény. Főzzön, fejtsen, nyerjen! Úgy ennék egy kis édességet. Együnk halvát. Mit? Halvát. Júj! Pörkölt és őrölt napraforgó magból készült finomság. Mm-hmm. Egészségesebb a csokinál, gluténmentes, tele van fehérjével, E-vitaminnal és vassal. Hú. Többféle ízben kapható, én mindet nagyon szeretem. Jaj, de finom! Ide vele! Halva, a napérlelte egészség. Keresse a CBA és Coop élelmiszerboltokban. De finom. Én mondtam. Reklámot hallottak.